képekkel. Nincs baj a képekkel, csak utána... Ő nem. Ő dehogy is. Na, menjünk kifele? Mert a séta is munka. Jó. Aki megvan, egymást dobáljátok föl. Aki a legvégére maradt, az meg saját magát. Mi? Te is megszólaltál? Te? Egész héten nem látlak. Na, várjál csak. Na, várjál. Kedden pihentem, csütörtökön pihentem, és ma is jöttem. Jó, Dvornyi, kivel tudod, drágám, a melót? Nem, mert nem mondtad még. Nem mondtam. Hányszor mondtam éjszaka hajnalba is, hogy mit csinálunk? Nagyon magam. Ja, ezt más mondtam? Föl. Igen, minimál überke lehet, remélem semmi baja. Tegnap a Viktort azért megcibálta. Minimál überke a kicsitől. De gyere, nyerge egy kicsim közben. Föltartanak? Hát ez attól jövünk kifele. Na, haladjunk, haladjunk. Hát, az nagyon fontos lenne. Na jó van, ne idegesíts már, hogy nincs meg megint. Szia, papóca. Ha vagy elvitted valahova. Anyus, tudsz mindent? Nagy homok, felegaló, felejú újber hosszan lecs. Jó? Lajos, nem nyergel még? Szia, papus. Mi van, édes apóca? Cárbusz. Jó lemosni az összeset csórikáimat. Aki megvan, én azt fel is dobom. Nem várok, nem bizén, házasodom az idén, az idén. Mert ha megjön az eszem, az eszem, tudom, akkor nem teszem, nem teszem. Szántottam gyököt, vetettem gyöngyöt, hajtottam ágát, szedtem virágát. Sejmes a rozmaring, lehajlik az ága. Gyere, kis angyalom, oszt. Üljünk be alája. Na jó. Bakacsó volt különben, mindegy. Színjátszóköres voltam 30 évig. Nem is rossz. Na gyere, Bélem. Kis kancát kiraktuk, Pariba, el van ott a... Nem? Nem kell ezeket sétálgatni. A Donnáról. Hogy kiraktuk Pariba. Jó, lemossuk az összeset. Orsika utána, a következő már majdnem ez a vége. Ketten mentek, tudod kivel? Hogy? Ugyanaz, mint tegnap. 100%-osan. 5 trap és kényelmes hosszú kentre a kis homokon lassan. El vannak. Kicsikén még itt kicsit sétálj, ezt rohanok utánad. Én mindig Eszter után rohanok. Azt nem vettétek észre? Ez valami... Én. Rohanok utána. Ne durcáskodj itt nekem, mert nem tudom másképp megoldani. Igen. Jó, Palko, én kimentem, akkor te tudod, hogy mi van neked. Van a Pepike neked és a Blinkeses, kész. Jó? Ámbar... Várj, akkor van neked a Blinyós, még mindegy a Pepi, ahol ugrasz, kis gát, Falko is jó volt. Ja, jó. Oké, én akkor mentem ki a pályára, minden. Lajos nem tudom, miért nem nyergeli a szürikét. Hát tudom én, mit tököl. Kávézik, bázd meg, kofein mérgezése lesz neki, te esküszöm. Kata, te is rázd meg a csöcseidet. Semmi. Hát de vesz meg, hallja, ne félj. Micsoda? Orsikám, drágám, ezerszer hívtalak hajnalba. Barátodnál volt? Nem? Mi nem szoktad neki odaadni? Jó formában vagyok, mi? De különben csak álcázom magam, kibaszott ideges vagyok már. Meg kell, hogy mondjam. Hallod, ez a nagypor, nyugodtan gyertek a nagykörre, úgy sétáljatok a nagykörön. Ha jön kiló, arra figyeljetek csak, mert itt úgy szívjuk ezen a kicsin, hogy nincs meglocsolva. De jön a Péter bácsi, mindjárt föllocsol itt mindent. Ne bízd meg benne. Szerbusz, itt a másik csöcsös is. Mutasd meg a Béla bácsinak mellé ide gyorsan. Na, gyerünk! Ez ki van adva, itt nem kell... Nem, izé, más világ lesz ezentúl. Csajok, én tényleg kimentem. Lehet, hogy el kell kapnom a dokit a Scarpinon. Valaki dobjon föl.